Üdvözletem, szevasztok srácok, hello mindenkinek. Újra itt vagyunk. Mégpedig a Mountain Blade Bannerlord 2. Vagy Mountain Blade 2 Bannerlord, pontosabban. Úgyhogy igen, szevasztok, üdvözlet mindenkinek srácok. Legutóbb ugye ott hagytuk abba, hogy megalkottuk a karakterünket, és hát elkezdtük a kalandozásainkat, ugye segítettünk egy kereskedőnek, illetve leszámoltunk zsoldosokkal, tehát kiszabadítottuk valakinek az embereit, ugye ezáltal is emelkedett mind a reputációnk, mind pedig ugye fejlődtek a katonáink, úgyhogy innentől kezdve tudunk így tovább haladni. Én kicsit lejjebb vettem a zenét, hogy azért normálisan tudjatok hallani. No, vágjunk is bele, srácok, folytassuk, nézzük meg, hogy alakul tovább a dolog. Megpróbálunk erősödni, illetve ugye a további dolgokat. Most ugye itt voltunk, Picaon városában, és teljesítettük a küldetést legutóbb. Na most én úgy tervezem, hogy haladunk tovább, és ellovagolunk a Battanianokhoz, akik közé végül is tartozunk. Úgyhogy ezt fogjuk most tenni. Kurva sokat kell mennünk. Hát át kell menni itt végig a birodalmakon. Azt nézem még, hogy van kajánk is. 21 emberünk van. Igen, maxon vagyunk. A prizonereket, azokat magunkkal visszük. Biztos, ami biztos. Azokat a banditákat ott lehet, hogy elkapkodjuk. Ők mennek 3,4-jel, mi 3,5-tel, úgyhogy nem biztos, hogy utolérjük őket. Hagyjuk őket a pékbe. Itt elvileg át is tudunk kelni a Canopsis Castle-nél a hegyeken. Lassan haladunk, át kell menni az erdőn. Minusz 1,25 kaját fogyasztanak az embereink. Most ilyen erőltetett menet lesz. Oké. Akkor ezeket az íjászokat, banditákat lehet, hogy el kéne adni. Na mindegy, itt átkelünk. Na, szintet léptünk. Vagy valaki szintet lépett. Aha, nem, most akarnak hozzánk csatlakozni. Iászból van nekünk, azt mondja, hogy 5 darab. Úgyhogy az iászokból fölveszünk egyet, meg van. Úgyhogy van még free booterünk, de ugye a katonáink száma az sajnos olyan, amilyen. Megpróbálok ezekkel a kereskedőkkel bizniszelni. Hát, ha utolérjük őket. Nem, nem fogjuk. Ők sokkal gyorsabban haladnak. Mi
Jó, na nézzük, hol tudunk tovább haladni. Itt van egy híd. Úgyhogy itt fogunk átmenni valószínűleg. Vagy itt, itt, igen. Hát jó sokat kell menni még. Menjünk abba a faluba. Erdei banditák. Ezek is gyorsabbak, mint mi. Hihetetlen. Hiába mi ugye több összvérrel mozgunk, meg van nálunk mindenféle cucc. Ő mit szeretne? Exhaustion by deserters at Varagos. Várjunk itt reggelig. Hogy pihenjenek az embereink, így van. Jók vagyunk, 27 napig van még kajánk, úgyhogy simán tudunk haladni. Ezt tök jól megcsináltak mondjuk, hogy a tényleg a karakterünk azokkal a felszerelésekkel, amiket rárakunk, meg ami a lovunkon is van, vagy azokkal ide kéne jönni. Közben megnézem, hogy a mi fejlődött, a kétkezes harcunk fejlődött. Extra HP vagy extra damage legyen a 1,5% extra sebzést kapunk a kétkezes fegyverre, vagy a hitpointunk növekszik 3%-kal. A 3% az még mindig több szerintem, úgyhogy marad ez az extra HP. Aztán majd megnézzük, hogy mi hol merre van. És van, rakjunk erre pontot, illetve rakjunk az atlétikánkra, mert az nagyon a béka segge alatt van. Úgyhogy itt majd kapunk. Aha, itt a dobó fegyverekre helyezi ki a hangsúlyt. Úgyhogy szerintem majd mi azt a láncsát, amit ugye használunk, azt lehet, hogy le fogjuk cserélni valami lövő fegyverre. Fölgyorsítjuk, hogy azért oda is érjünk. Na, beengedtek a kastélyba, ugye ilyenkor intettünk, hogy haló, megjöttünk, és akkor és elvileg be is engedtek minket, úgyhogy teljesen jó. Dungeon, nem tudjuk leadni a foglyokat. Van itt valaki, akivel érdemes beszélni? De jól néz ki. Wow! Ez a római építészeti stílusok, ezek nagyon monumentálisak. Hát úgy látom, hogy nincs itt senki.
És jelenleg a kastély ura sem tartózkodik a birtokán, úgyhogy... Na. Hát még mindenféle hegyi hágókon. Csökkent a seregünk morálja. Na, nézzük, hogy itt mit lehet találni. Kell vennünk sajtot, abból vegyük meg mindet szerintem. És... Ó, hát búzából még van bőven, és akkor csak a sajtot vesszük meg. Mit akar a falu vezetője? Meg kell találnunk a lányát, beszéljünk vele. Szia Attila, köszönöm szépen a lájkot. Hallottam a problémádról. Köszönöm, jól vagyok Attila. Meg vagyok és te. Great misfortune, my daughter. Önfejű lány. Listen, she's missing. Aha. Most eltűnt. Sohasem hallgat ugye az apjára, és most pedig eltűnt. És 1650 arany tallért. Köszönöm szépen, doktor úr, a lájkot. Köszönöm, köszönöm. Aki visszahozza, kérlek, uram. Ne hagyd összetörni egy apa szívét. Every relation black sheep. Ha? Jó, én fogom megkeresni. About my girl. Erga hit the wanderer. Please find her and bring her. Ő a lány. Őt kell megtalálni. Sohasem láttuk azelőtt. Na. Valamelyik gombbal egyébként lehet úgy nézni. Elfelejtettem azokat a billentyű kombinációkat, hogy nem forog az emberkénk, hanem tényleg körbe tudjuk nézni. Na mindegy. Hát ez tényleg egy pici falu. Jó, köszi, tetszik az új játék, nem mondtam még róla, magyar nyelven is fut. Még nincs hozzá valószínűleg magyar nyelv. Ha lesz, akkor majd felrakom a magyarítást. De egyelőre még nincsen hozzá, mert ugye elég sok szöveg van benne, és időbe telik a fordítóknak lefordítani. No, mindjárt megnézzük a küldetéseket. Looters. Hú, itt vannak elég komoly csapatok most már. Várjál. Ó, megint egyel több embert tudunk fölvenni. Svekör. És ebből mi lesz? Ezek gyorsabban végigfejlődnek, úgyhogy lehet, hogy ezt fogjuk fölvenni. Így van, most már 23 katonánk van.
Úgyhogy... ja. Nem tudom, mitől csökken a morálunk. Tehát itt kéne maradnunk pihenni? Most jön úgyis az éjszaka, maradjunk itt, pihenjünk egy kicsit. Hát egy kicsit visszamegy a morálunk. Hogy pihenünk egy faluban. Ja. Na, azt mondja, hogy valahogy meg kéne keresni a jányt. Oké, mi van? Jó, tudom, hogy csatlakozni akarnak, de most nem tudnak, mert létszám stoppunk van. Inkább meg... Aha. A környező falvakba kell elnéznünk, és a nyomokat... Akkor elmegyünk oda. Szeordas falujába megyünk. Ők menekülnek előlünk. Na most kipihentek a srácok, hogy egész gyorsan tudunk haladni. Álljunk be a faluba hátha. Bringlass. Itt egy fiatal férfi és egy fiatal nő lovagolt kora reggel el ennél a falunál. És vettek egy bizonyos mennyiségű ellátmányt, ugye élelmet, ilyesmit. És utána tovább vágtattak Bringlass felé. Jó. És van még sajt. Megyünk sajtot. Oké. Na. Merre van Bringlass? Arra felé. Ú, de jó, kurva messze van. És akkor itt át tudunk menni? Oké. Akkor oda megyünk Bringlassba. Na és időközben egyébként megérkeztünk a Battanianokhoz, tehát már ott vettük fel a küldetést. A lútereket le tudjuk szedni, vajon? 4,9, 5,1. Sose fogjuk utolérni. Úgyhogy hagyjuk is őket a pékbe. Azonban nagyon nehéz őket elkapni. Na, körbe kérdezünk a faluban. Vergáhíd után. Verák híd után. Igen, itt vannak a faluban, azt mondták, hogy itt megálltak pihenni. Úgyhogy megkeressük őket. Valahol itt kell lenniük a faluban. Ő az, nem ő az. Hát őt lentebb lesznek még.
Igen, ezek gyerekek. Hát nem, itt nincsen egyelőre. Még nem találtuk meg őket. Ott a fánál esetleg. Nem, ez egy gyerek meg az anyja. Ezt hova tudtak elbújni? Kérdezzük ezt az embert hátra. Jó, nem tudunk tőle kérdezni semmit, hát ez így fantasztikus lett. Na, nézzük hát, ha megtaláljuk őket, valahol itt kell lenniük. Az is egy gyerek. Körbejárjuk itt a vidéket, hát ha itt valahol bujkálnak a bozótosba. Valahol itt kell lenniük pedig. Érdekes. Most így azért egész, elég nehéz lesz megtalálni őket, annál a háznál esetleg. Hát, itt a birkák vannak. Még esetleg ott annál a háznál. Húha. Ez a kupi. Hát itt nem tudok átjönni a lóval. Hát lövésem sincs, hogy hol lehetnek. Ettől se tudunk kérdezni, de jó. Minek vagytok? Keresek valakit. Igen, ő tudja, hogy kicsoda, igen. Kövessük, azt mondta. Jövünk utánad, haver. Lövözöm a pajzsot, hát ha a srác úgy gondolja, hogy ő harcolni akar. Kár, hogy nincs sprint ebbe a játékba egyébként. Ide jöttünk volna lóva is igazán. Ezt Jenő úgyis is tud sprintelni, mi meg nem. Aha, jó. Mellé nyomtam a gombot. Igen. Ó. Jövök, menjél csak.
Itt lesznek benne a Jinjába? Na hát idáig nem jöttem volna el magamtól egyébként. De jó, kim vannak itt a Jinjába, baszki, hát már mennyit jöttünk? Tényleg lóval kellett volna jönni. Oh! Oh! Hello! Kösz szépen! Köszi! Grinád... Grinád a tű. Ki vagyok? Hát én már nagyon ki vagyok. Are you one? The bounty hunter sent by art. Szeretik egymást. Ki gondolta volna, hogy valami románc van a háttérben? Ő nem tehát nem erőltette a lányt, hogy jöjjön vele. Fú, de csúnya vagy az anyád kenyerit. Igen, he is right. Igazat mond. Szeretem az apámat, de ő egy zsarnok. Kérlek, uram. Én hiszek a szabadságban és a szerelemben. Kérlek, hagyj minket. Ha ezzel elengedjük. Hát most mi legyen? Kérlek, uram, igazán szeretem. With him, I beg of you, please don't stand in your way. Aha, rosszat választottunk. Viszont... Aha, nem, azt mondja, a csaj nem gondolja meg magát, tehát ő mindenképp a sráccal akar maradni. You want to marry a corpse? Ja, ezzel megöljük a szeretőjét, vagy ugye a szerelmét. Aha. Ineffektív. Na most mindenképp ki kell nyírnunk az a szerencsétlent. Ilyen szart. Don't expect me to change my mind. Sehogy sem akarja meggondolni magát a jány. Az elsőt kellett volna választani, hogy hagyjuk őket a picsába. Na most mindenképp meg kell ölnünk a csávót, baszki. Ez olyan szar. Ineffektív.
Awesome. No, nem vagyok gyermek, uram. Húz ki a fegyvert. Kiáll velem egy pár bajra. Jó, hát akkor párbajozzunk, baszki. Oh. Na. Hát én nem akartam párbajozni. Na, akkor visszük a lányt. Jó, hát akkor itt igazából végeztünk is. Nem így kellett volna véget érni, hát mindegy, kegyetlenek voltunk most. Na, akkor megvan a csaj. Csak ugye vissza kell vinnünk a faterna. És ezzel kapunk egy valaglóvét. Ja. Na, hol voltunk? Ugye itt. Ide kell visszajönni. Kicsit pörgessük rá. Van, megkaptuk a Dellát, és ennyi volt a téma. 1650 aranyjal több, már 4270-ünk van. Vegyünk vajat. Oké. Hát itt maradunk reggelig. Hogy pihenjenek az embereink. Ja. Itt van egy bandita hideout, de nincs annyi emberünk, hogy szembeszálljunk velük. Úgyhogy megyünk abba az eredetileg tervezett városunkba. Tudjuk őket utolérni. Jó. Azt reméltem, hogy közelebb jön, és akkor le tudjuk őket vagdosni, de hát nem akarnak. Na nézzük. Most ugye van egy csomó pénzünk. Eastern Backsword. Hát ez gyengébb ez a kard sajnos. Nem árulnak izét? Normális fegyvert? Ezek szerint nem. Mondjuk azon el kell gondolkodni, most van egy, ugye ez a fejszénk. Azt mondja, hogy 90, vagy 59 ugye a vágás képessége.
Nem, mert csak 66. Lehet, hogy ezt a kardot kéne eldobni és helyette a fejszét használni. Ezt a dárdát viszont én eladom. És helyette fogunk íjazni, hogy az is fejlődjön. Így. Jó. Ez 500 aranyunkba került, elég durva. Még a kárbot kilépnem, mert a páncélokat viszont meg akarom nézni. Hát mondjuk ezt nem fogom megvenni, mert nagyon drága. Sisak. Igazából ezek a cuccok már gyengébbek, mint ami rajtunk van. Úgyhogy ennyi volt. Ló esetleg. Itt van vér, de ez meg 3000 aranyba, 3000 valahány aranyba kerül. Jó, várjunk reggelig. Oké. Itt az 75-be kerül, hogy belépjünk. Megnézzük, hát ha van itt valaki, akivel tudunk kommunikálni. De ugye ezt egyszer kell kifizetni, ezt a díjat, hogy beléphessek az udvarba. Hát mondjuk elég izé pronyó ez a ház. Jó, persze, hogy nincs itt senki. Az ég egy ott a világon. Oké. Okay. Itt tudnánk katonákat most felvenni, kettőt, de tele vagyunk, mint a déli busz. Eladjuk a fogjainkat, és utána bemegyünk a tavernába. Hát, ha találkozunk. Igen. Egy harcos, egy elég jó harcos, elvileg. Szép hajú Sinak. Ennyibe kerülsz, baszki? Hát jó. Kifizettük most, mert tényleg semmi pénzünk nem maradt. Ő a fogoly ügynök, úgymond. Most adtuk el a fogjainkat, ő vele lehet még. Nem tudlak fölvenni, mert tele vagyok. Na, lett egy követünk, úgyhogy ezzel is előrébb léptünk, hogy a klánunk az ugye megalakuljon. Mert ez volt az egyik ilyen küldetésünk. Tehát itt a rebuild
Yorklán. 2000 dénárt kéne még összegyűjtenünk, az előbb már megvolt. Legyen 20 fős a csapatunk, az is megvan. Ugye a Tier 1-et, tehát a Renault kell szereznünk. Megvan a kompányonunk, és pénzt kell szereznünk most. És nincs senki, aki adna bármilyen küldetést itt. Úgyhogy egyszer egy szép napon elhagyom a várost. Ezeket kéne itt elkapni. Már 3,4, 5,1, elvileg el tudjuk őket kapni. Nem lassít be nagyon a játék, mondjuk hegyoldalon harcolni az egy elég szopó roller lesz. Érd már utol, baszki. Na, ez egy jó csata lesz, 15 banditával állunk szemben. Adjátok megmagatokat, vagy megdöglötök. Sohasem kapjuk el őket élve. Úgyhogy csatázunk egyet. Növelni kell a reputációnkat, az pedig ezzel lehet, leginkább. Jó, azt mondja, hogy... Kettes. És akkor legyen... Fire at will, tehát szabadon lőhessenek. A footmeneket pedig charge. Jó. Győzedelmeskedtünk. Egész jó felszereléseik vannak az embereinknek most már. Úgyhogy 10-et megöltünk, 5-öt pedig megsebesítettünk a banditák közül. Őket elfogjuk. Imperial Recruit. Azt mondja, hogy van 5 darab infantrink és 5 darab archerünk, úgyhogy... És itt pedig 3 van. 1, 2, 3. És az infantryből pedig 2 továbbfejlődött. Ilyen edzett ki. Tehát ilyen edzett infantry menné. Akinek vannak dobó lándzsái, meg kardja, meg jó pajzsa, és kibaszott jól néz ki ez a vért rajtuk. Aj, fej, ezt színáknak is kéne venni. Skilljei. Egykezes kard, illetve a szálfegyvert tud nagyon jól használni, tehát lándzsát és kardot kell, hogy kapjon. És ő valószínű, hogy így ilyen tekintetben egyelőre még... Mi? Hogy többen lettünk. Aha, igen, színákkal többen lettünk. Hát akkor a... Foxman. Hát mindegy, egyelőre jó vagyunk most így. Azt hogy ez majd, igen, ez egyel csökkenti a morálunkat. De... A terményeket, azokat mind magunkhoz vesszük. Igazából szerintem mindent magunkhoz veszünk, amit csak zsákmányolhatunk, és pénzé fogjuk tenni őket. Oké. Okay. Ide visszafelé. Ő ad nekünk... Ő tud nekünk adni küldetést. Itt vannak lovak, meg összvérek.
Egész, ez a Battanian Pony, ez egész strapabíró lófajta, úgy látom, a hitpointja az 50-nel magasabb, mint a mi jelenlegi lovunknak. Szerintem veszünk Battanian Pony-t a követőnknek. Neki nincs lova. Ja, de ő meg nem tud lovagolni. Olyan szinten. Aha, értem. Hát akkor gyalogolsz, haver. És van egy rövid kardja. Amelyek jobb értékei vannak, mint a mi volt fegyverünknek. Oké. Van esetleg olyan ruhadarab, ami jobb, mint ami jelenleg neked van. Igen, commoner shirt. Van itt egy Gambeson, ami jó lesz neki. Ezt mindenképpen itt rakjuk. És kap egy Gambesont. Jó, a csizmája az most is jobb. Így van. És ez még plusz, ez a Pilgrim Hood, ez még ad neki 3 fej védelmet. És igazából ennyi cuccból tudunk most gazdálkodni, úgyhogy maradunk ennyiben. Mindjárt megnézem, hogy hova kéne elvinni az ő dolgait. Revil, ide kell elvinnünk, szerintem azt el is vállaljuk, úgyis itt vagyunk. Így van, gyalogol. El kell vinni 10 Battanian Pony-t Revilbe. A banditákkal tele van az út odáig, úgyhogy el kell kísérnünk a karavánt. Zemmel, el kell mennünk Revilbe, Zemmel a sakállal kell találkoznunk. És akkor pár falusi jön velünk, aki tereli az állatokat. Aha. Ennyi. Oké. Na, micsoda víz van itt. Vagyunk a tóparton. Jó. Most kérdés az, hogy a játék automatizmus berakja nekünk, vagy majd itt fognak vergődni. Rálesünk. Oké. Nézzük meg gyorsan, hogy most hozzánk nem. Inventory kell. Persze, ha nem hal bele a játék. És akkor itt van a 10 Battanian Pony, úgyhogy el tudunk odáig menni. Játék. Na, azért mondom. Ne kérdezzétek, hogy mi van vele. Elég optimalizálatlan a drágám, most annyira örülök, hogy elkezdte itt laggolni, bazd meg. Ide tessék eljönni. Nem tudom, mi van vele. Kicsit meggajdult.
Igen, és akkor itt körbe fogunk menni a parton? Igen. Ja, gyanús. Itt már vannak lúterek. Milyen sereg ment ott. Gondolom ezek a forest banditok jöttek volna rá. Itt. Hogy megtámadják és kifosszák ugye ezt a karavánt. És akkor hol van Zemd Zsakál? Ezt veled kell beszélnünk. A Zsakállal kell beszélni. Meghoztuk a 10 lovat. Keményen 400 aranyat kapunk érte, úgyhogy... Jaj! Na, meg is kaptuk. Növekedett a kapcsolatunk. És kaptunk 400 aranyat, illetve a sármunk is fejlődött valamit, azt írta a játék. És ezt még gyorsan is, itt is megnézzük. Ó, és az emberink is fejlődtek? Nem csak a lúterek szeretnének, az 5 darab lúterből szeretnének beállni hozzánk. De nem tudunk fogadni embereket, mert tele vagyunk. Úgyhogy ők maradnak egyelőre lecsukva. Nézzük meg gyorsan, hogy... A sármunk már nagyjából itt van. Jó. Alakul ez, gyerekek, alakul. Igen, te... Annyit, neki a nyersanyagot kéne hozni, ezzel én most nem akarok foglalkozni. Nézzük meg, hogy hát ha vannak itt értelmes, használható fegyverek. Itt van egy jó kard, azt lehet, hogy érdemes lenne lecserélni. A vágása és a pierce is kisebb az egész, tehát nem éri meg lecserélnem ezt a szutykos kardot, ami nála van. Pedig ez csak egy tényleg egy kis kard, mindegy, berakjuk ide neki. Nem rakjuk be, mert kurva drágába kerül. De... Még nem adtuk el a banditáktól zsákmányolt cuccot. És akkor így már több pénzünk van, de sajnálom arra, hogy elköltsük most még. Gyűjtsünk még hozzá. Tehát a 2000 aranyat azt ugye meg kell, hogy szerezzük még. Jó, kajával tele vagyunk. Igen. Jó, alakul már, haladunk. Növekedett egyáltalán a renovunk? Nem nagyon mi. Na mindegy is. Itt van viszont egy bandita hideout, azt lehet, hogy kitakaríthatnánk. Azért is csak kapunk valami reputációt, de az is lehet, hogy... Hogy nem. Valahogy kell lenni egy bandita hideoutnak. Itt lesz. Aha. Jó, állj meg itt. Azt mondja, hogy 19-en vannak. Forest bandits, boss.
Hát kevesen vagyunk. Azok nagyon ledózerolnák az embereinket. Igen. Megakadtunk a hegybe. Viszont elég sok bandita van. Ó, itt a izét, a Nordok királya, mutatkozzunk be neki. Köszi szépen Attila, hello, hello. És Sturgiansoknak a királya. Ugye ilyenkor ő is mesél nekünk a dolgokról. Jó. Ja, hogy ők pont ostromolják a várat. A jó, akkor tovább abból a várba nem fogunk bemenni. Hova kéne nekünk menni? Azon gondolkodom egyébként, hogy lehet, hogy részt vehetnénk az ostromban. Hát várunk itt egy kicsit, amíg tart az ostrom, és besegítünk esetleg nekik, akkor így meg tudjátok nézni, hogy milyen egy várostrom. Bár mondjuk elég kevesen vannak, 960-an van az ostromló sereg, és 3000, több mint 3000-en van a belső védő sereg. Ja nem, 132-en vannak, jó, hát lófügyfürügy. Csökken az ostromló sereg. Ajjajjajj! Várjál, álljunk meg. És ezek csak megálltak itt? Ja nem. 820, kiáll nyerésre. Nem tudok beavatkozni. Jó, hát akkor nem erőltetjük a dolgokat. Meg kéne köteleződnünk a battánianoknál. Seonon vára a Fen Penraikon. Oké, jelezzük magunkat Quartermasternek. Én például lesz a Scout. Oké, és hát menjünk innen. Ezek majd itt megküzdenek egymással. Arra leszek kíváncsi,
hogy hogy tudunk majd bekerülni itt a körforgásba. Igazából úgy kéne, hogy minél több banditát a Battanianok területén ugye le kéne darálni, és akkor nő annyit majd a reputációnk, az itt van, vagy az influencünk ugye itt lent, hogy foglalkozzanak velünk. Igen. Ja, most már ketten állnának át hozzánk, jó, hagyjál békén. Ja. Nézzünk be ide a faluba, hát ha valaki ízét, valaki fizet, ugye legalább akkor már a pénz meg lenne. És ugye még a Renont kéne fejleszteni. Jó, sehol senki, oké. Akkor megyünk a következőbe. Annyi, hogy... Vaj, sajt... Jó, van kajánk bőven. Nézzünk át itt a kastélyba. Jó, ebben a kastélyban sincs senki az ég egyet a világon. Úgyhogy... Mondjuk ez legalább így jól néz ki így belülről. Okés. Nézzünk át ide. Jó, hát nincsen, úgy látom. Azt ott jól lenne elkapni őket. 4,8, nekünk meg 5,1-es a sebességünk, úgyhogy el fogjuk őket kapni előbb-utóbb. Ez az. De szép ember vagy. Ezeket jól ledaráljuk. Majdnem annyian vannak, mint mi. Jó, szerintem mindenki támadjon a picsába, az kész. Kaptátok! Jó, megint beléjük vágtázunk. Oké. Őhe. És most hátulról. Oké. Győztünk is. Ó, ez a fejsze amúgy. Jobb, mint a kard. Na, két katon, vagy négy katonánk fejlődött. 16-ot öltünk meg, 3 maradt fogolynak. Bőven tudunk még foglyokat fogadni. Imperial Recruitből 2 lett. Így. Így. Na itt megint van egy csomó cuccunk.
Bőven el tudjuk vinni, van három összvérünk, úgyhogy az arra föl tudtuk pakolni. Jó. Most a hármat is elfogjuk. Most nem jött össze. Most jó beleszaladtam. Kicsit megvagdosta a karomat, meg úgy mindent. Tanéi parasztok állnának be hozzánk. Meg kell néznem, hogy melyiket érdemesebb. Légiós, lovasság, crossbowman. Hát szerintem maradjunk a légiósoknál. Azok mindig jók. Így lassabbak leszünk, mert ugye több emberünk van, és néha-néha ugye el fognak szökni a katonák. Oké. Na most jól összeszedtük magunkat. Menjünk ide, adjuk el a cuccokat. Hú, jól lelassultunk 1,6-ra. Majd szélnek eresztjük a parasztokat. Ha beértünk, most már 3,7. Na, két katona már le is tiplizett tőlünk. Azért már akkor van értelme ugye fölvenni ezeket a katonákat, hogyha előtte mondjuk csata előtt állsz. Oké, na, trédeljünk. Kell a pénz. Azt mondja, hogy jó, ebből nekünk van. A ruhák. És van megint Gambeson, de ugye most nem tudom kire fölrakni. Úgyhogy ezeket én eladogatom. Ezekkel is ugye kapjuk a lóvét. Oké. Okay. Nyilvessző. Ezeket is mind eladjuk. Sima. Mindenféle cuccos. Hát nem kaptuk értünk valami sokat. Tehát azt kell, hogy mondjam. Azokat a nyilvesszőket is eladom. Ú, viszont itt van jó kard. Mondjuk nagyon sokba kerül. Iszonyatosan sokba kerül. Van kétkezes kard. Nagyon, nagyon durva.
Van ilyen felföldi kard is. Van jobb fejsze is. Van ez a szakállas fejsze. Ez is egykezes. Ez kicsit lassabb fegyver, mert kicsit nehezebb kezelni, de sokkal nagyobb a csebez. De nagyon-nagyon drága. És a miénkért pedig addig kapunk pénzt. Úgyhogy... Norse Hatchet. Nem. Gyűjtenünk kell most pénzt, srácok. Muszáj összeszednünk magunkat, hogy meglegyen a klánunk, és akkor utána már a király szolgálatába tudunk állni, mint zsoldosok. Oké. Itt nem kapunk küldetést viszont. Nem. Várjunk egy kicsit. Föl kell gyógyulnom, mert ugye a legutóbb azért sikeresen leamortizáltak azok a jó emberek. Beléjük szaladtam a lóval. Jó. Na, innen lívelünk is. Óha. Itt viszont kifosztják a falut. Ezek jöttek volna vissza a piacról. Mi van nálatok? 12 öreg igásló darabja 40 tallérba kerül, nem érdekel, köszönöm szépen. Jó, menjetek a pékbe innen. Egy kicsit várunk, hát ha megjelenik mondjuk egy olyan sereg, aki a bergomulárékat meg akarja leckésztetni, mert akkor csatlakozunk hozzá és megpróbáljuk letarolni. De hát egyelőre nem nagyon akar senki jönni, úgy látom. És 27 katonával azért nem akarok 66, úgy látom, hogy páncélos lovasa is van, meg ilyesmi. Beszéljünk vele. Van náluk valami olyan, ami kellhet. Hát nem nagyon akarnak jönni a battaniainiak, úgy látom, ledarálni a
a birodalmat. Igazán fejlődhetnék már valahogy. Még nagyon, nagyon messze vagyok tőle. Na, azt mondja, hogy... Nem tudom, hogy melyikbe kéne menni. Itt voltunk. Engyel. Azt hiszem, hogy most a klánokat... Dengil. Jó lenne tudni, hogy ki fia borja. Kaladog. Ő a király. És ő hol van? Marunat. Két nappal ezelőtt volt Marunatnál. Jó, azt betrekkeljük, aztán oda megyünk. Ja, itt is volt. Két napja volt itt. Meg kéne keresni, és az ő nyomában kéne járni. Szia, Tomi. Hát ez pont ilyen viking zene egyébként. Egy kicsit hasonlít. Egyébként ott is volt torokének a vikingeknél. Ahol erre kell lenni a királynak, azt kéne megtalálni mindenképpen. Vagy hát ugye a főnöknek. Itt nem király van, tehát nem királyság van, hanem... mondjuk így, hogy fejedelemség. Mert ilyen törzsi vezetők vannak. De messze vannak azok a banditák. Most nem találom a királyt, tehát hogy így... hova lett? Viszont 3,4, gyorsabban haladnak, mint mi. Nem, soha nem tudjuk fogni. Soha nem fogjuk utolérni ezt. Az sem, az is gyorsabb, mint mi. Menjünk be ebbe a városba. Szia, Beka, köszi szépen a lájkot. Vágom meg a kéthúrú hegedű is valahogy megjelent mind a két helyen. Igen. Érdekes. B-Turbóval mikor lesz közös Fortnite? Hát legfőképpen sose. Alapból Fortnite-ot én nem fogok játszani. A másik meg... nyilván az egy más kör. Köszi szépen a lájkot egyébként. Mi a helyzet amúgy? Hogy vagy? Mit akartam itt? Jó, ellátmányom az van. Nézzük, ő mit szeretne. Lopott áru.
Bemutatom meg, hogy streamer lettél. Hát semmekkora nem lettem. Hát... igyekszem. Tehát próbálom úgy csinálni, hogy jó legyen. Nyilván a saját szerény eszközeimmel. Hat silver ort adja ide, és ezeket el kell adnunk. A következő nagyvárosban tudjuk eladni, és 510 aranyat kapunk érte. Adjad idefele. Mondjuk ez így nem volt buli. Elég komplex ez, hogy ilyen 528-at fizettem és 510-et keresek vele. Tehát, hogy így... annyira nem jó üzlet. Ezzel pont átbasztak. Na mindegy, megpróbáljuk eladni úgy, hogy jó legyen. Ő átvenné tőlünk, tehát ő mondta, hogy hát te lopott áruval nem kéne üzletelni, haver. És akkor itt írja, hogy, hogy viszont 422 aranyat adna a cuccért, ami nálunk van. Hagyjál békém. Az nagyon kevés, amennyit ajánlott érte. Oké. Rátmegyünk oda és eladjuk ott ezt a cuccot. Elvileg nálunk van. Majd mindjárt kiderül. Igen, itt van nálunk. Okay. És akkor trédeljünk. Dunglan Nisban kell eladnunk a Silver Ort, mert ott adnak érte 192 darabjáért. Úgyhogy ezt el fogjuk adni. Ezeket mindenképpen, ezt a Blacksmith Hammert meg ilyeneket azt eladjuk. Jó, kaja marad, Pilgrim Hoodot is eladjuk. Oké. Na, 418-at kerestünk. Brother, a 6000-be kerül. Hihetetlen. Az a baj, hogy egyre kevesebb pénzünk van. Tehát, hogy így jó lenne, valaki adna valami értelmes küldetést. És akkor ide kell elmennünk az ezüsttel. Tehát innen jöttünk. Tehát, hogy... na mindegy. Eladjuk ott, ezt jó idő, mert nem szarakodok ez az ezüsttel.
Mert hogy seregnek ugye van egy napi szintű fenntartási költsége, és így állandóan csak... Na, hát ez így már jobban tetszik, kérem szépen. El kellett mennünk a szomszéd nagyvárosba, és utána... Utána már jól vagyunk. Anyagilag. A 4,9 a sebessége, nekünk pedig 5. Hát egyszer csak utolérjük, mindegy, megkergetjük őket itt a... pusztába. Hoppá, 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 hoppá. Azokat viszont el kell kapni. Azok többen vannak. És sose érjük utol, baszkiet, mert körbe szaladgáltam a mindenséget, azért mondom. Jó, add meg magad, hogy meghalsz. És akkor megtámadjuk őket. No. Emberek. Mivel ott jönnek, az íjászok, azok továbbra is. Onward! Follow me! Hol maradjatok itt? Hold fire! Fire! Jó, hát váltunk mi is íjra. Támadás. Hát ezt jól elbasztam. Az a baj, hogy nagyon sok az íjászuk. Húha! Nagyon jó megcsákjászok, ez jó, elbasztam ezt a rohamozást. Az íjászok azok nagyon, nagyon tápok egyébként ebbe a játékba. Oké. Okay. Ezeket mind felfejlesztjük. Prisonerből bőven, ezeket még el tudjuk vinni. Igen. Esetleg a követőnknek valami olyan. Aha, itt ez már konkrétabb, ez ilyen szőrből van. Ami ugye ad neki még plusz védelmet. És itt van ez a rongy genyó, ezt rakjuk a fejére, mert ez több védelmet ad a fejére. Hát és nem tudja kezelni az íjat, úgyhogy na mindegy, ezeket így behúzgáljuk. Ez is több, mint a semmi. Igen, meg kell csinálnunk azt a szart, komolyan. Össze kell rabolnunk a pénz, gyerekek, mert... Uha! Menjünk, adjuk el a cuccokat. 1687 pénzünk van, 2000-et össze kéne gyűjteni. Hol tartunk most? Igen. És még kell 10 Renon, úgyhogy még kell majd banditákat hajkurászni, hogy meglegyen a tier 1-es klán szintünk, és utána fogunk tudni a zsoldosként ugye a király szolgálatába állni. Na nézzük. Szia János, köszönöm szépen a bekövetést, király vagy, köszi.
Oké. Okay. Ez nem sok szart ér, úgy látom. Mindegy, eladom ezeket. A ruhákat is mind eladjuk, az is plusz pénz. Lovunk az nincs fölös. Fegyverből sincs. Na, jó. Ez is megvan. Lívelünk és keresünk még banditákat errefelé. Az előbb volt egy nagyobb csoport. Azokat kellett volna így ledarálni. Itt voltak valahol. Kb. Annyian voltak, mint mi egyébként. Nézzünk lefelé. Elnézünk arra, abba az irányba. Aha. Kapjuk el azt a 18-at. Az jó pénz, azzal meg lenne már legalább a pénzösszegünk is. Azt nem tudom, hogy... Ajajajajajaj. Csak ne egyesüljenek azzal a 8-al. Hát pedig fognak, úgyhogy vissza. Ó, Istenem. Miért ilyen nehéz ez? Most ezeknek mennyi a sebesség? 3,7. A miénk 4,8. Faszért nem érjük utol? Hát már végkergettük őket a félvilágon, és nem tudjuk elkapni. Na, és neked itt Áron vagy ki a tökön vagy, neked ezt bele kell így kusnyálkodni. És el fogják vinni a cuccokat, gyerekek. És nem érjük utol azt a szart. Na végre. Ez a legidegesítőbb egyébként a játékban, szerintem. Hogy mocskos nehéz utolérni ezeket a seregeket, meg banditákat. Támadjátok őket. Tudtam hetet sebezni. De bazd meg, találd már el azt a faszopót, hát na végre. Itt a másik. Ó. Melyik volt az, melyik lőtte le? Már majdnem levágtam pedig. Nyátok picsáját, azt. Na, fejlődött egy emberünk. Hetet megöltünk, három maradt, úgyhogy megint kaptunk foglyokat. Akiket viszünk is magunkkal. Lassan már a foglyaink is ugye a max szinten vannak. Egy infantry továbbfejlődött. Most már tele vagyunk ilyenekkel. Lassan. Legalábbis nagyon remélem. Már van egy veteránunk is, akinek olyan vértje van, hogy behugyozok. Tehát, hogy így, ezt miért nem rángathatom le róla és rakhatom át a saját emberemre, mondjuk. Ő meg szaladgáljon az én ruhámban. Jó. Hihetetlen, nem tudjuk őket utolérni.
3,3 a sebességünk. De miért? Mindegy, sikerült őket beérni, az a lényeg. Bocsánat. Na. Támadjuk meg őket. Elméletileg az ezeknél lévő cuccok, illetve ugye az, hogy foglyokat ejtünk. Ú, esik a hó. Igazi viking csata lesz. After me! Gyertek utánam. Hát a lovam az egy kicsit kapta. Szihetetlen, nem találom ez. Elején olyan jó ment, bazd meg. Sikerült. Sikerült őket ledarálni. Na és elvileg ezzel már meg kéne, hogy legyen a 2000 cucc, meg remélem, hogy a Renault is meg lesz. Ezt el kell nézni, hogy ebből melyik az értelmes. Légiós kell. Ja. Oké. Rendben van. Na, ezzel meg vagyunk. Visszajönk ide. Eladjuk a cuccot. És bízom benne, hogy most már akkor meg lesz a tier 1. Oké, okay, ez keményen 93. 194, hát ezzel így nem lesz meg. Kajám is leapadt, amíg üldözgettük őket. Hey. Nézzük, búzánk van, halból kéne kettőt venni. Hús is van. Vegyünk 3 vajat, meg 3 sajtot. És akkor ezzel visszalöktük arra a szintre az ellátmányunkat, ami kellett. De ismételten nincs meg a pénz. Valaki adhatna egy küldetést, ami hoz elég sok dellát. Három egész három, esélyünk sincsen. Kurva erdő miatt ugye olyan lassan haladunk, mint a tetvek, igen. Bandit Baznir, nem akarok neki menni bandit bázisnak, mert ledarálnak még minket. Nagyon sok katonám oda veszne. Jó. Oké. Okay. Fejlődtünk. Mi fejlődött? Ja, a lovaglásunk fejlődött. Plusz 6%-os, plusz 6% a ló hitpointjaihoz. Természetesen.
Ja, hogy még van egy ilyen plusz elkölthető pontunk. Mondom, hogy legyen ez. A leadershipre mindenképpen azt jól neki maxolni. Jó, hát ez úgy látom ennyi igazából. Kicsit feküdj rá, haver, a lovaglásra. Jó. Nézzünk át a másik faluba. Hoppá, hoppá, hoppá. Azokat sérjük utól legalább. Pedig jó lenne. Mi? 4,8. 4,6. Egyszer már csak elkapjuk őket a kurva életbe. Körbe rohangásszuk itt a képernyőt. De ezt nem tudják úgy megoldani, hogy jó legyen. Tehát egy... Bármivel, tök mindegy. Gondolom, hogyha lovasok vagyunk, vagy ilyesmi, akkor gyorsabban odaérünk, de... Hát már tényleg végigüldözöm őket megint mindenhol. És ez kibaszottul idegesít. Többen vannak, azokat elkapjuk. Jó. Ezek annyian vannak, mint mi. És remélem, hogy tele vannak szajréval is, mert elég csehül állunk. Oda előre. És a legyen shield wall. Jó. Ilyászok. Azok meg. Kicsit összezavarjuk itt hátul a kővel haigáló haverokat. Na. Többet le kell lőnünk belőlük. Kellenek a cuccaik. Hát geci, nem találod el, bazd meg. Itt még vannak. Na, az meglépett. Picsába. Kettőnek sikerült megszöknie.
még van 5, ezt még gyorsan leszedjük. Már szerintem erre az 5-re elég, hogyha csak elküldöm a katonáimat. Tökéletes. Jó. Na és most menjünk vissza. És remélem, hogy most már meg lesz a cucc. Ja, az arany az megvan. Mi hiányzik még? A renom. A renomém. Még ezt itt... Sose fogjuk leadni. Na. Azt mondja, hogy trade. És kéne valakitől küldetést felvenni, nézzük itt. Na, itt van egy küldetés, ezt megnézzük, hát ha ez adja meg a renomt. Vérdíjat tűztek ki egy gyilkos fejére. Belisorov Szverin. Az dénárt fizet nekünk. És elvileg vigyázzunk kell valakire. Most már fejlődnek az embereink azért szépen. Beszélnünk kell Udrisszal Bringlasban. Akkor vissza kell mennünk a faluba. És beszélnünk kell még ugyanúgy vele. Udrisz, ott van Udrisz. Ellovagolunk oda. Kim van itt az erdőből.
Szevasz, Udrész! Őt kell megvédenünk. Nem mer elindulni. És akkor a becsület szavunkat adjuk, hogy megvédjük őt. Annyira lehet. Na. Elvileg ő már velünk van. Azt hiszem. Jó, akkor Andris, go to Sverin. Sverin trekkeljük be. És meg kell próbálnunk békésen eljutni odáig. Jó. Sverin egyébként nincs is olyan messze. Itt van az erdőn túl. És akkor itt van a falunak a vezetője, és hozzá kellett elhozni ezt az ipsét. Remélem ezzel már lesz annyi renomunk, hogy meglegyen a... Uha! Ó, ezt elbasztam. Ezt is. Szintet léptünk. Ezzel is, azzal is jobb lett a kapcsolatunk. Hát nem sokan múlott egyébként, hogy nem ütöttek ki a picsába. Na, azt teljesítettük. És még mindig hiány 4 darab Renon hiányzik, hogy meglegyen az a szar. És Revibe ő most ad nekünk küldetést. Ami remélem már elég lesz ahhoz, hogy tényleg meglegyen a klánunk. Elviszünk mindent. Vattanian pónit kell vinni megint. Oké. Okay. Jó.
Jó. Na. Akkor el kell jutnunk megint a szokásos revimbe, vagy hol a pékbe van, itt van. Ide kell jönnünk. Így. Kicsit rá, kicsit megpörgetjük. Elérjünk már végre oda. És ezzel már csak meg leszünk. Ja. Kivel is kell nekünk itt találkozni? Zemmel a sakállal megint. Oké, hol vagy Zem? Itt vagy. Beszéljünk. Meghoztam a pónikat. Vegyed át őket, azt adjad a Renault, azt legyen már meg a Tier 1. És akkor onnantól kezdve már végre elkezdhetünk mi is háborúban részt venni, stb. Stb. Illetve több embert is tudunk majd vinni magunkkal. Ja. És egy Renault kapok érte. Ennyit volt pofád adni érte, játék. Kaptunk egy új cuccot. Steward. Jó. Oké. Ezeket esetleg nem tudom levadászni, és azért kapnék annyit, hogy jó legyen. Na. Oké. Egyszer már csak meg lesz. Pont a hídnál értük őket utol.
Na, támadjuk őket. Na. Egy már meg is halt. De bazd meg, találd már! Na, ezeket is legyőztük, lehalt. Oké. 11-et megöltünk, 2 maradt. De nem tudjuk mindet elvinni. Úgyhogy ezeket, ebből egyet rakunk csak át. És megvan a klán! Ez az! Végül csak 2 órát szoptunk érte. Oké. Kéne lassan lovakat venni. És most már ugye mivel megvan a klánunk, látjátok is, hogy 49 embert tudunk vinni. Úgyhogy innen akit lehet, azt mind fölvesszük. Így van. Akkor már ezt az egyet is el tudjuk vinni. 30-nál vagyunk. Ó, bőven. Aha. Több nem akar még egyelőre csatlakozni hozzánk. Jó, mindent viszünk. És most már megvan a klánunk. Úgyhogy most már tudunk majd a királlyal végre szerződést kötni. Hogy hello, szeretnénk a nemeseid lenni, előbb-utóbb, vagy a vazallusod lenni. Szóval horror áraik vannak ezeknek, 50 000 egy kardért. Egy kétkezes kardért. Vagy itt van a fejsze. De ez is mondjuk kétkezes. És 9000. Mondjuk egy ilyen 1500 körül mondjuk esetleg. ...77-es, 38-as a Pierce. Az a baj, hogy ezek mind kétkezes fejszék. Na, itt van egykezes. Jó, mindegy, majd egyszer csak. Oké. Na, és akkor most kell majd megkeresni a királyt. Ugye lehet karavánokat is majd csinálni.
Igen. Erősen veszteségesek vagyunk jelen pillanatban. Elmegyünk ebbe a faluba, és akkor mára ennyi volt, srácok. A következő részben pedig megkeressük a királyt, és megpróbálunk zöldágra vergődni vele, hogy vegyen föl a zsoldosai közé. És akkor megyünk vele háborúba, hogyha van háború egyáltalán. Ha nincs, akkor továbbra is bandita hajkurászásra fogjuk tölteni az időt, hogy föltápoljuk a katonáinkat, illetve pénzt szerezzünk. Aztán... aztán ugye majd a többi hozza magával a dolgokat. Az a lényeg, hogy minél jobb kapcsolatot próbálj meg kialakítani ugye a királlyal, hogy vazalusává tegyen minket. És ugye mivel most már van klánunk, innentől kezdve számít ez a kis sárga lófasz itt az arany mellett. Az influencünk, ugye a befolyásunk magára így az országra, illetve az uralkodóra majd. Úgyhogy az majd akkor fog számítani. No, minden esetre srácok, én nagyon szépen köszönöm, aki itt volt, beköszönt, esetlegesen a háttérből nézte, nagyon szépen köszönöm a bekövetést, illetve ugye a lájkokat is. Tartsatok velem a legközelebbi Bannerlordban is, ami bízom benne, hogy azért sokkal izgalmasabban fog alakulni, mert ugye most már elértük azt a határt, ahonnan lehet. Úgyhogy ja, jók lehetek srácok, jó pihenést kívánok, találkozunk legközelebb, ami nem tudom mikor lesz, de majd lesz. Valószínűleg holnap. Úgyhogy várlak titeket holnap is sok szeretettel. Köszönöm szépen, jó éjszakát, sziasztok!